Hello mindenki! Na, van egy másik sztori, újabb kis csomagocskával kezdve. Ez is ilyen, férfias játékok sztori, de igazából lányok is elkezdhetik. Az van, hogy rendeltem egy pár motyót. Hát ezt csomagolták ezt a... Igazából nem fogok hozzáférni egyszerűen, pedig azért majd meglátjátok, hogy ez nem törékeny. Tehát sok törékeny dolgot lehet találni így a csomagokban, de ez az nem az. Ja, hozzá szerszám, meg minden. Tehát ez így fémből van, úgyhogy mindegy, az ő jásztak rá. Nehogy a fémet összesértsék valahol út közben. Még ezt is bematricáztak. Na, jó van, gyerekek? Álljon már meg a fákjús menet. Kiesszük, van benne kiegészítők, és vízbeszok, erre szükség lesz. Ez pedig egy ilyen karabiner kulcstartó multitól történet. Ide lehet befeszíteni majd a kulcsokat, és akkor neki lehet hajtani, illetve vannak rajta ilyen mindenféle ilyen kis szerszám, a részletek meg, mit tudom, nyitók, zárók, akármik, majd jó megnézzük, hogy mit tud ez. Na mindegy, azt hittem, hogy szükség van ilyenre. Ez csak egy kiegészítő volt, mert az összes többi motyó, amit rendeltem, erre a kalandra rendeltem, ezek inkább ilyen pénztárcába való motyók, már talán az egyik videóban elkezdtem erről beszélni. Ebben van kapásból nagy kupi, kicsit csinálok helyett, túl nagy tefet kuplerája van, mindegy. Így is sok minden van benne, tehát eredetileg is voltak ilyen szaraim, akinek nem mond semmit, akkor ez egy ránézésre egy Marlboro reklám. Nem az volt a lényeg, hanem az, hogy van egy ilyen kihajtatós része, és iszonyatosan jól lehet használni, hogyha nincs rá apró pénz, berakni egy kosárba. És ebből volt egy másik változat, ez volt az első ilyen pénztárca túlszerszám holmi. Aztán egyik spanom vett magának egy ilyen kis kést. Akkor így nagyon irigykedtem rá, de sajnáltam rá, nem tudom, 3500 vagy 4000 forintért árult valakit. Aztán is felejtem, hogy léteznek ilyenek. Aztán ugye jött ez múltkor, ezen is egy csomó ilyen szerszámos történet van, meg sörnyító, izényító, tehát a konzervüdítő sörnyító. Van rajta fönt mérce, amivel lehet bármit. Ezek a kis bizbaszok, ezek úgy néznek, hogy kis bizbaszok, de ezek csavarhúzófejek, illetve ez egy levélnyitó részlet rajta, meg mit tudom én, próbáljuk végigolvasni, van screwdriver, bottle opener, még egy screwdriver, ezek ilyen különböző méretű kulcsok, tehát tudjátok, hogy meg kell húzni valamit, arra iszonyatosan jó, itt van még valami, box, ez a hegyes rész, ez a box opener, meg mit tudom én, meg van egy csomó más is, csavarhúzók, azt mondja, hogy cellphone stand. Na, erre még rá kell jönni, hogy az hogy lehet cellphone standnek használni, insert card. Azt mondja, hogy ha beletűzök egy kártyát ide, ebbe a részbe, így meghajta, aha, ez nem kártya méretű. És akkor le lehet rakni, és rá lehet ide rakni a telefont, és megmarad rajta. És tényleg alkalmas erre. Na, úgyhogy rájöttem, hogy így, én szeretem az ilyen férfias holmikat, ilyen mindenféle vízbaszokat, úgyhogy vettem egy párat. Szóval vettem egy pár ilyen sztorit, tehát így akkor van ez egy. Amit irigykedtem, tehát amit így kinéztem avaromnál régen, van ez a késes sztori. Úgy néz ki, mint egy kis kártyunka. Lehet, hogy ezek erről csinálnak közeléket is. Kis kártya. De megfogod, itt ezt a kis pöcköt kinyitgatod. Ha, elforgatod. Menne. Azaz nem egyszerű, tehát azt így valljuk be, hogy úgy van megcsinálva, ránézés, hogy egyszerű, de biztos gyakorolni kell. De az egyből nem megy. Na mindegy, ha elfordítod, akkor így felszabadul a pengerész. Mondom, felszabadul a pengerész, ezek szerint nagyon precízen van. És akkor ki tud belőle hajtani a pengét, amit így áthajtasz, így átelembe, hogy úgy kés formája legyen. És akkor valahogy ezeket a dolgokat itten, mindjárt kitaláljuk, hogy hogy van. Így átelembe ezeket így rá lehet hajtani. Csak az irányt kell megtalálni, várjatok. És akkor ha összenyomod, akkor lesz belőle egy ilyen fix pengéjű kis kés, kis fasz a kis élel. Nem arra van, amire gondoljatok, ez nem önvédelmi eszköz, hogyha véletlenül valahol vagytok és valamit el kell vágni, vagy meg kell vajazni vele valamit, egy almát meg kell pucolni, vagy apróságokra, akkor van a pénztárcába
egy mini késetek, ami jó lehet bármire. Egyetlen dologra kell figyelni, hogyha utaztok valahova, akkor ezt így véletlenül se hagyjátok a pénztárcába, mert ki fogják veletek dobatni, bár nem akarok hülyeséget mondani, tehát így vagy 78 cent volt, vagy én másfél dollár körül ez a történet, úgyhogy pótolható, én rárendeltem most egy párat. Vagy ajándék lesz belőle, vagy csak így minden pénztárcába lehet belerakni. Úgyhogy ez egy ilyen sztori, utána visszarakod azért, hogy a késsel ne vágjad meg magadat, így ezt a kis pici reteszt vissza kell fordítani, és akkor már is egyben van. Ha nem akarjátok pénztárcába rakni, akkor jött hozzá egy ilyen kis tok, amivel szintén nagyon kis méreten tárolható bármivel, mint egy bankkártya. Puff, el is ejtettem. Na, szóval ez volt a második játékos, ami jött. Aztán erre ráhúzva rendeltem. Odafigyeltem, hogy biztos észrevettem volna, hogy ez nem a bankkártya méret, tehát ez mindenféleképpen egy kicsit vastagabbra sikerült történet. Ebben van itt fönt itt egy ilyen nagyító sztori, van benne egy iránytű, nem valószínű, ezeket fogom használni. Ezen is van egy ilyen centi fölül, tehát tudsz vele méregetni. Itt van benne két pici kis bigyusz, amit ki lehet húzni, van benne egy kis műanyag fogvájú, és ilyen itt mellette, remélem szúrom magamat újon. Van egy kis műanyag csip, ezt gondolom, ilyen szálka, meg egyéb dolgok kiúzására. Ez inkább ilyen túrázó valami. Aztán van még benne itten egy ilyen, egy komplett kis kés. Ezzel is az össze lehet aprítani az almádat, meg a paradicsomodat, hogyha valahol vagy. Meg itt tudom, mire jó. Meg szerintem ez itt valami szerszám lett bennem, egy ilyen furcsa kis recék vannak, tehát ezzel is szerintem be lehet fogadni különböző méretű csavar fejeket, anyákat, amit meg lehet vele húzni. Tutira arra is jó, de majd igazából pontosabban meg kellett volna nézem, de felkészületlen vagyok, mert azt is kell tudni, hogy hogy rakja az ember vissza. Mi volt még elve? Volt rajta a centi minden két oldal, itt van ez az oldalt még valami. Ez meg itt egy ilyen szintén egy csavarhúzó fej. Meggondolom, itt ez is valami nyitó, ez valami doboznyitó lehet, vagy egyéb ilyen konzervnyitós történet. Tehát ez a konzervnyitó rész, amit lehet gondolom sörnyitásra és mindenféle egyéb nyitásra is használni, aztán sose tudod meg, hogy kell visszarakni, mert megint okosan kivettem belőle, és nem figyeltem oda, hogy is volt ez. Aha. Ha nem így. Ja, adja magát egyébként, van benne ez a kis félkör, úgyhogy nagyjából ki lehet találni, hogy kell visszarakni. Úgyhogy ezek vannak benne. Ez meg ilyen túrázós, túlélős kis kártyinka. Jó lesz valamire. Totál férfias alapokra helyezzük az egész életünket. Ugye néha szőrt is kell az ember arcán nyírni, úgyhogy rendeltem egy ilyen tényleg ilyen über frankó történetet. Ez még be is van csomagolva, ez az egyetlen dolog, ami csomagolásban jött, az összes több ilyen nylonba volt csak beletűzve, vagy abba sem. Ez így be van csomagolva. Ez tényleg ilyen elég faszályos dolog. Itt ezen a kis apró képeken látszik egyébként, hogy mi is ez, ha nem kristálytiszta, de én most ezt így razor, meg mit tudom én, egyáltalán ez éles. Éles itt a kép? Na, én egy reménykedek benne, hogy éles és láthatom, mi van. Ki fogom bontani, mert egy hete vagy két hete, de megvártam, amíg minden megérkezik ebből a sztoriból. Azt egy előttetek akartam kinyitni, úgyhogy most itt előttetek így nyitom ezt az egész sztori. Kíváncsi vagyok élőben milyen, mert a képeken jópofán nézett ki, meg azt ki fogjuk próbálni, de ennek van egy másik sztoria is, tehát ez nem csak ehhez a sztorihoz jött, ez a miféle a pénztárcába, meg pénztárcába hordható bankkártya méretű szaroknak, hanem ennek van egy másik tervem is, van egy másik történet is, amit szeretnék elmesélni. Basszus, ez tényleg vékony! Na ez tényleg vékony, tehát ezt elhiszem, hogy belefér. Az van, hogy itt ebben van egy ilyen borotva rész. Kis mikroborotva, ez gondolom, hogy valahogy ki kell hajtani, vagy ki lehet izélni. Nekem is rákerüljek, hogy működik. Aha, valóban erre fog rákerülni, vagy ennek a helyére fog rákerülni a penge, amivel lehet majd borotválkozni, de az hagyján. Belerakták az alapokba a két darab pengét is, és a másik oldalon van egy komplett tükör, nem tudom mennyire látszik, hogy az ott tükör, és mennyire tükröződik, de van rajta egy kis borotválkozó tükör is az egészben. Itt puskáznom kell, most kell berakni a pengét. Sőt, utána le lehet támasztani az egészre az asztalon, hogy meg tudjon száradni, de zseniális, ez tényleg zseniális, srác. A pengét itt simán csak egy oldalirányból ki lehet húzni, mert van benne egy... Fölfelé? Elég szám, hogy a pengén merre van ez a kis gumi. Benne van a penge! Hát ez zseniális! És akkor ezzel így tükör se... Ha nem töröd szét, de szerintem az csak ilyen fólia rajta. Tehát van egy kis fólia, és fogod magad, és akkor nézed... Hát így... jó van, hát azért vannak kihívások vele. Meg tudsz borotválkozni, aztán végeztél, akkor valahogy van, és akkor ezt így bele
Na de hogy? Na erre az ez ki. Így belerakta, és akkor így le tudod támasztani. És akkor elméletek, hogyha most nem szizéltem el, akkor ez így megáll, és akkor amíg meg nem szárad, vagy valami, az úgy átcsorogott rajta. Zseniális, és beférték a pénztárcába egy komplett borotva. Hát beszarok. Hát nincs mese, ez nagyon gizda. Másik dolog az, hogy ez működőképes-e a valóságban is, vagy csak ilyen csirivili jól néz ki. Elméletek egyébként a weben azt írták róla, hogy működőképes. Hát így ténylegesen kíváncsian várom most ezt. Ó, éjre van. Igen, ez az, amikor az ember napszínekbe próbálkozik itt ilyen. Nagyon csirivili, nagyon ügyes vagyok. Kiszedem, megoldom. Aha. A kicsit meg kell álljak, mert elvasztam. Jó? Van, hogy itt van egy ilyen kis perem, ahol be kéne dugni a körmet, és azzal lehet kiszedni, de valamiért elszúrtam, és kitéptem belőle ezt a kis bigyószt, ez, ami így ilyen gumis meg, ízét, tudjátok, így kenni a ízét, az arcotokat, hogy valamit csinál, és akkor még jobb borotválkozni. Azt nem igazán tudom visszarakni. Mindegy, tehát ezt leszámítva, hogy én béna vagyok, ezt leszámítva, hogy egy kicsit nyomi vagyok, mindegy sikerült visszarakni, ez egy nagyon jónak néz. A leírás alapján ez egy működőképes történet, és ez tényleg az a vastagság, amit elhiszek, hogy belefér a pénztárcába. És tényleg be lehetett rakni. Sőt, így most még meg tudom nézni a szemöldökömet. Ki tudnám szedni a csipesszel, ami a másikba volt. Na, figyeljetek! Az van, hogy mányagizgulásról ezt a sok szart vettem magamnak. Ha valamelyik tetszett, akkor szóljatok meg, akkor legközelebb leírom a linkekbe, hogy mit honnan szerváltam. A borotvával van másik tervem is, mert van egy ilyen tervem ilyen borotvás dolgokról. Ez egy érdekesnek tűnik nekem. Rendeltem mindenféle izgalmas ilyen szakál, nem szakál, tehát ilyen szörnyűvű, rendeltem egy csomó ilyen szörnyűvű alkalmatosságot, amit így ki akarok próbálni. Figyeljétek, akkor mindig valami szakál van rajta, nem is ilyen hosszú, akkor rövidebb. Úgyhogy maximum itt a nyakamat tudom nyírni, meg ezeket az egyenes vonalakat tudom így rendbe rakni, tehát nem az a borotválkozós fajta vagyok. De most mégis így valahogy egy apuka lettem, így rám jött, hogy kellenek ilyen mindenféle szörnyű eszközök, hogy hátha nem, mindegy, tehát kitaláltam, hogy lehet, hogy borotválkozni fogok. De ha nem fogok, akkor is van egy csomó szörnyű eszközöm, és akkor jó lesz nekem, meg ha nektek meg szükség van rá, akkor elmondom, hogy nekem hogy tetszett az egész dolog. Na, sziasztok! Na, mindegy, mára ennyit, sziasztok, majd találkozunk! Még mindig adásban vagyok. Ja, jó.